Na sziasztok! Ha jól számoltam, akkor nagyjából olyan szűk 20 perc múlva el fog kezdődni a Sony-nak a konferenciája. Gyakorlatilag a State of Play-ről beszélünk, ugye, mint azt mindannyian tudjátok. És hát ugye nagy várakozás övezi ezeket a State of Play-eket mindig, mert gyakorlatilag ezeknek a keretén belül jelenti be a Sony, hogy mivel készül számunkra. És szia, úgyhogy ez város. Pár dolgot azért mondanék, hogy körülbelül mit érdemes várni úgy nagy vonalakban a mostani State of Play-től, illetve mi az, amire nem érdemes számítani. Amire lehet számítani, az, hogy azt teljesen kizárták, hogy PlayStation 5-ös bejelentések fognak történni most ezen a konferencián. Amíg nincsen műsor, addig lesz, leveszem. Tehát valószínűleg itt PS5-ös bejelentések nem lesznek. Én azért vagyok egy örök, mondjuk, hogy optimista, mert azt mondták, hogy jelentős PlayStation 5 bejelentések nem lesznek. Úgyhogy én azért bízom abban, hogy valami kis apróság azért el lesz hintve, de az megerősítésre került, hogy főleg amiről ez a mostani műsor szólni fog, azok a PlayStation 4-es játékok és a PlayStation VR címek. Na most igazából ezzel sincsen probléma, de azért nyilván azt mi is látjuk, érezzük, hogy így a PS4-nek az utolsó évében már nem valószínű, hogy nagyon nagy ütős dolgokat fog a Sony bejelenteni. Valószínű, hogy ilyen apróbb címek kerülnek majd terítékre. Illetve hát érdekes lesz, hogy a PSVR-rel mit akar végeredményben kezdeni a Sony a PlayStation 4-en. Illetve hogy abból látunk esetleg olyan címeket, amik alkalmasint mondjuk átvihetőek lesznek-e PS5-re. Nagyon kevés dolgot tudunk, azt sem tudjuk, hogy a PSVR-rel, a mostani PSVR-rel kompatibilis lesz a PS5, vagy hogyha ez kijött közben infóként, akkor kérlek itt a kommentekben mondjátok el, hogy lássuk, meg lássátok. Úgyhogy körülbelül erre lehet számítani. Volt egy-két felvetés, hogy valószínűleg mi lesz, de mindenki igazából a sötétben tapogatózik. Felmerült az, hogy az új Hitman játékból lehetséges, hogy lesz gameplay. Ezt még nem tudjuk, hogy így lesz-e vagy nem, de hogyha igen, akkor az nagyon jó és nagyon várjuk. És hát lehet, hogy igazából mivel az exkluzív mi volt, tehát ugye bejelentették, ezt nem tudom mennyire tudjátok, hogy a közelgő Avengers játék, ami ugye szeptemberben fog érkezni, az már hivatalos megerősítést nyert. Jó hír, hogy belekerül az Avengers játékba Pókember. A kevésbé jó hír, hogy ezt csak a PlayStation tulajdonosok fogják élvezni. Ez egy Sony exkluzív content lesz. Többi platformon ez nem lesz elérhető, és csak hogy egy tovább borzolja a Sony a kedélyeket, bejelentették, hogy még sok hasonló együttműködést terveznek a jövőben. Úgyhogy állítólag Redditen, vagy nem tudom milyen felületen már elkezdtek az Xboxosok ilyen tömbökbe összejönni, hogy bojkottálni fogják az Avengers játéknak a megvásárlását. Úgyhogy megint csak az lesz, hogy meglátjuk, hogy mi igaz ebből, illetve mi nem. Hogyha minden igaz, akkor most már negyed órán belül okosabbak leszünk. Balázs most nincsen itt velem, igazából ennek az az oka, hogy nem volt szívem szegényt, nem tudom, így átrángatni a városon, tehát a nullás érintésével tudna eljutni hozzánk. És van olyan konferencia, amire szerintem érdemes, ez most egy sokkal kisebb volumenű dolog lesz, tehát mi sem promóztuk különösebben a Facebookon, tehát tisztában vagyunk mi is vele, hogy itt nagy dolgok nem fognak elhangozni. Aztán ki tudja, az előző Sony konferencia, ami volt, ott is azt mondták, hogy hát valószínűleg nagy bejelentések nem fognak történni, aztán tessék, leleplezték a PlayStation 5-öt. Tehát senki nem számított rá, és végig derültékből villámcsapásként egyszer csak megjelent. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy a Sony tartani fogja magát ez a tulajdonságához, bár a State of Play-ek nem okvetlenül a hatalmas meglepetéseikről híresek. Ezzel együtt, hogyha tényleg valami olyan fog elhangozni, ami érdeklődést ragadhat, akkor szerintem tök jó, hogy együtt fogjuk átélni elsők között. Úgyhogy most így kicsit ráfeszültem a dologra, kíváncsi vagyok. 40 perc hosszú lesz a műsor, azt ígérik. És ez azért érdekes, mert ha nincsen nagyon mit mutogatni a Sony-nak, akkor sem kell valahogyan tölteni 40 percet. Úgyhogy bízom benne, hogy nem az lesz, hogy ha mondjuk megvalósul a Hitmannek a gameplay reveal-je, hogy azzal akarják kitölteni az időt, hogy a fejlesztőkkel ilyen developer interjúkat folytatnak, mert nyilván nem az a cél, hogy
vagy halálra untassák a nézőket, hanem az lenne a lényeg, ugye ez egy szerkesztett anyag, aki nem látott még State of Play-t, ez hasonlít a Nintendo Direct-re. Ha Nintendo Direct-et sem láttatok, akkor úgy kell elképzelni, hogy itt nem nagyon vannak átkötő szövegek, meg sallangok, meg beszédek, meg ilyesmi, hanem trailer után, tehát szerkesztett videókat darálnak le 40 percen keresztül. Nem egy új keletű dolog a State of Play, viszont nem is annyira régi, hogy ezt feleslegesnek érezzem megmagyarázni, tehát nyilván nem egy E3-ról beszélünk, sajnos. Egyre jobban sajnálom, hogy kimaradt az E3, pedig én nagyon, nagyon vertem a tamtamot, hogy ez az és vége az E3-nak, és nincs rá szükség, és végre felismerték. Hát itt tartunk. Különben még egy apróság, hogy lesz még egy Sony konferencia még augusztusban, ezt nem tudom, mondtam-e nektek. Valószínűleg augusztus végén a PlayStation Divízió úgy néz ki, hogy megelégelte a várakozást, hogy a Sony a Microsoftra vár, a Microsoft meg a Sonyra, és valószínűleg a Sony fogja előbb bejelenteni a nagy részleteket, amik még hátra vannak a konzollal kapcsolatban. Ez pedig az ár, a megjelenés, illetve az előrendelés, hogy mikortól indulhat. Ezekre az infókra várunk mindkét platform holdertől. És azért gondolom, hogy valószínűleg ez fog történni, és azért veszi szinte mindenki biztosra, hogy ez fog történni, mert a Sony azt mondta, hogy nagy bejelentéssel készülnek hónap végén. Na most igazából nagy dolgokat már nem tudnak bejelenteni. Most nem valószínű, hogy elő fognak rántani a kabát újból egy God of War 2-t, erre elég kicsi az esély. Viszont, hogyha azt nem, akkor szükségképpen valamilyen dátumot kell villantani. Különben volt egy érdekes pletyka a neten, hogy az egyik videós azt mondta, hogy egy iparági forrásra hivatkozva, aki megjósolta, hogy a makrokonferencián lesz Fable leleplezés gameplay nélkül, de egy bejelentés formájában, illetve hogy a Halo-t meg fogják mutatni, és körülbelül leírta, hogy fog ez az egész kinézni, és ezek mind beváltak. Ő azt mondta, hogy a Sony-nak a következő konferenciáján, tehát ezen, ott be fognak jelenteni valami nagyon fontosat. Mondjuk ők azt mondták, hogy trailert fogunk látni a God of War-ból, és hogy még van egy exkluzíva a Sony-nak a tarsajában, amit launch címnek szánnak. Nem tudom, hogy ebből mi igaz, ilyenkor mindig előkerülnek a jósok, hogy hú, én ismertem valakit, aki ezt előre meg tudta mondani, és ő azt mondta, hogy most ez fog történni. Tehát tudjuk, hogy vannak ilyen, nevezzük őket hullámlovasnak, ilyen hullámlovasai ezeknek az eseményeknek, de érdekes lesz, tehát nagyon-nagyon altatja a kedélyeket jelenleg a Sony, vagy azért, hogy nagyon durranjon a State of Play, vagy azért, mert tényleg igazából csak PS4-es címeket fogunk látni. Én nem merek igazából sok mindent megtippelni. Ja igen, a pólóm mielőtt, én láttam, hogy páran kérdeztétek, tehát ez a pólóm. Most ilyen az Untitled Goose Game óta, amit tavaly évvégén játszottam ki, azóta ennek a libás őrületnek a markában vagyok, és nem ereszt engem az Istennek sem. Úgyhogy valószínűleg fogok még ilyen libás pólókat rendelni, meg Adri aranyos volt, festett nekem egy ilyen forradalmi libás képet, nem is tudom, megtudom nektek mutatni, most nem tudom nektek megmutatni, de nagyon, nagyon aranyos volt. Úgyhogy szűk 10 percen belül okosabbak leszünk, hogy a PS4-et azt most, nem tudom, néztétek a beszélgessünket, de ott mondtam, hogy a PS4 Pro-t azt így félretettem, még nem vittem fel, még itt van lent, de hogy gyakorlatilag nyugdíjaztam és leszerelt. Hűtársam volt itt a tartalomgyártásban, meg hát azért izzasztottam rendesen, tehát ha tudját, akinek van PlayStation 4 Pro-ja, pontosan tudja, hogy szeretjük a PlayStation-t, meg minden, de azért hát tud üvölteni, mintha a fogát húznák minden egyes játéknál, és így valahogy egy olyan jól eső érzés, hogy elvégezte a dolgát, minden frankó volt, most itt az ideje megpihenni. Úgyhogy hátralévő játékokat, azokat One X-en fogom tolni, erősebb is, meg hát az is itt van, meg hát két gonzolnak több felesleges mennie. Úgyhogy nálam ez. Nem hiszem, hogy ezen a fennálló helyzeten számottevően változtatni fog bármit is az, hogy mit jelent be a Sony. De még az is lehet, hogy valami meglepetés lesz. Én nagyon kíváncsi vagyok rá. Gézenkú. Igen. Fú, 250-en vagyunk. Nagyon szépen köszönöm nektek a bizalmat. Hát igyekszem annyira érdekessé tenni a dolgot, amennyire csak lehetséges. És hogy elszaladt megint két perc.
Mondjuk igen, egy jó Demon's Souls trailer az jöhetne. Igazából az a durva, hogy a PSVR címekkel kapcsolatban abszolút a sötétben tapogatózunk. Nem is tudom, ez a tavaly láttam a trailerét, hogy ez a Blood and Truth ez végül megjelente, ha jól emlékszem, ez volt a címe. Mert abból egy demo létezett, de hogy az teljes játékként kijött-e, azt nem tudom. Ha igen, akkor my bad, akkor elnézést. Ha viszont nem, akkor el tudom képzelni, hogy abból legyen valamilyen gameplay. De mondom, hogy abszolút sötétben tapogatózom a VR címekkel kapcsolatban. Jó, közben a Sony hivatalos oldalán elkezdődött a visszaszámlálás. 8 perces visszaszámlálás. Úgyhogy amint mondjuk elérünk a 30 másodperc, az abban a pillanatban átváltok. Itt szó volt arról, hogy B-Donát 00, hogy a PSVR 2 nem fél generációnál fog jönni. Nem tudjuk még, tehát sok mindent nem tudunk, hogy fog kinézni a következő generáció. Az valószínű, hogy elképzelhető, hogy fél generációnál fog jönni. Egyébként mások is azt tippelik, hogy a PSVR 2 az valahol ennél a váltásnál lesz. Na most belöktem nektek 1080p-re, csak hogy abszolút minőségben tudjátok majd élvezni. Úgyhogy ez kíváncsi vagyok rá. Meg jók ezek a State of Play, nagyon örülök, hogy ez is, meg a Micronak a konferenciája is vágott volt, szerkesztett, tömör, pörgött, tehát azért mindannyian azért éljük a saját életünket, én is dolgozom, meg azért van időbeosztásom ezen kívül is, és gondolom, hogy sokan mások vannak így ezzel közületek is. Nem vagyok benne biztos, hogy nem kéne ezt a formátumot úgy egyébként nem csak megtartani, de kifejezetten erőltetni a jövőben. Mert szerintem az embernek, hogyha kíváncsi, hogy milyen játékok fognak jönni a jövőben, 40 perce szerintem még este 10-kor is van, hogy ezeket tudja nézni. Semmit nem tudunk a kövi generációról, Ziatak Shred Junior, ami elég nagy baj, hisz nyakunkon a megjelenés. Igen. Azt is el tudom képzelni igazából, hogy ez a State of Play fogja tartalmazni a PS4-nek az utolsó komolyabb megjelenései, de itt a komolyabb alatt nem Tsushimát kell érteni, vagy Last of Us, nyilván ilyen határidőn belül nem fognak ilyen címek megjelenni, de el tudom képzelni, hogy itt a PS4-es, vagy csúnya szóval élve, de remélem érteni fogjátok, tehát itt a B-vonal fogja magát képviselni, és olyan játékokat fognak megvillantani, amik miatt még érdemes lehet azok számára, akiknek van otthon PlayStation 4-jük, vagy PlayStation 4 Pro-juk, még érdemes lehet azért úgy megtartani, nem hagyni, hogy ráüljön és megegye a por, hanem azért még tudatosítják az emberekbe, hogy még él a PlayStation 4. Ami nyilván azért pénzügyi szempontból sem egy hátrány a számára. Igen, a PlayStation 4 Pro-mon gyári paszta van még. Sokan mondták, hogy érdemes egyébként pasztáztatni időről időre, de őszintén szólva, keresheti kifogásokat, rohadt lusta vagyok hozzá. Úgyhogy inkább azt csinálom, hogy a két konzolt felváltva használom, és talán lassabban eszi meg a hő a pasztát. Igen, tehát aki még lemaradt az elejéről, ugye hivatalosan az volt, hogy nem lesznek nagy PS5 bejelentések. De én ebből azt mondtam le, hogy kicsik azért még lehetnek. Úgyhogy én reménykedem. Meg igazából, tehát nagyon fiatal a State of Play sorozat. Hány ment le eddig a kezdete óta? 6 talán? 6 State of Play volt? És én azért látok abban a rációt, hogyha a Sony ezt fel akarja építeni úgy, hogy a State of Play-ek ezeket tényleg várják, tehát, és nem is vagyunk igazából egyedül, tehát bocsánat, csak érzékeltetésként ezt az egyébként látszólag jelentéktelen State of Play-t jelenleg a PlayStation-nek a hivatalos oldalán több mint 24 ezeren nézik. Tehát elég komoly várakozás, bocsánat, kicsit változott a 24 ezerről, jelenleg több mint 26 ezeren nézik, tehát ahogy haladunk előre az időben, egyre többen, és azért ez nyilvánvalóan annak szól, hogy bíznak abban, hogy a Sony nem olyan State of Play-eket akar csinálni, mint az első időkben, hanem valamit azért úgy fűszerként be fog dobni ebbe. Ha nem, akkor igazából akkor sem vágódunk a padlóra, meg nem esünk hanyat, mert azt mondták, hogy nem lesznek jelentős PS5 bejelentések, a PS4-re meg valószínűleg nem fognak túl nagy dolgokat durrantani.
Úgyhogy akkor legfeljebb azzal egyezünk ki, hogy nem hazudtak nekünk. Tehát igazából nagy probléma nem érhet minket. Én igen, itt most ez Gábor mondta, hogy nem a témához tartozik, de igaz, hogy a hír augusztusban lesz még egy Xbox konferencia State of Play után valamikor. Nem hiszem, hogy augusztusban lesz még egy Xbox konferencia, bár meglátjuk, hogy mikor lesz a Sony, de abban szinte egészen biztos vagyok, hogy amint a Sony leleplezi, hogy mikor jön a konzol, mennyiért és mikortól indul az előrendelés, szerintem egy héten belül a Microsoft ki fogja dobni a saját adatait is. Ebben ez... nincs oka. Tehát igazából nem azért tartják vissza ezeket az árakat, meg ezeket az adatokat, mert nem tudják. Én biztos vagyok benne, hogy már év elején pontosan tudták, hogy hogy fog kinézni ez a megjelenési agenda. Viszont itt van valami villódzás a Sony-nak a felületén. Megnézem, hogy a képernyőm buzergálódik-e, vagy pedig a jelen van valami. De nem, a Sony. A PlayStation. 34 ezer fölött vagyunk, tehát azért azért érezzük, nem? Tehát, hogy jelenleg 34 ezer, több mint 34 ezer egyedi néző csak a PlayStation-nek az oldalán. Úgyhogy ez úgy jó. Meg azért ez jó érzés ilyen dologért fennmaradni, és nem az, hogy hatalm nézünk világszerte valamit, ami csak nekünk fontos, hanem akkor ilyenkor úgy meg tud villanni a gamer világnak a színe java, és szerintem egyre többen leszünk, ahogy közeledik a 10 óra. Azért ez jó. Phil mondott ilyet, de remélik, hogy össze tudnak dobni még augusztusban egy konferenciát. Hát, lelkük rajta. Jó, hogy ti már halljátok a hangját egyébként a dolognak. Akkor viszont én átváltok az élőképre. Csak hogy lássátok, hogy mi van. Tehát jelenleg ezt látjuk. És az a kis gázvillódzás, ami ott van balra, azt néztem az előbb, hogy ez a képhiba az tőlem jön, vagy a konferenciának a képében van, de a konferencia képében van. B. Donát szerintem kinek kéne előbb bemondani az árat? Igazából tök mindegy. Szerintem egyébként ez a hajó, tehát protokoll szinten ez a hajó már elment, szerintem már régen kéne tudnunk ezeket az árakat. Úgyhogy szerintem most már igazából tényleg, ahogy mondtam korábban, a 24. órában vagyunk. Úgyhogy augusztusban most már tényleg ki kell derülnie mindennek. Ezt gyorsan elmondom, hogy én azért gondolom, hogy ennek most már tényleg meg kell történnie, mert gondoljunk bele, most van augusztus. Mondjuk augusztus végén kiderülnek ezek a dolgok. Most a Covid járvány idején, meg a Covid vonzataként a gazdasági problémák miatt van még egy szeptember, meg egy október, meg esetleg egy november, hogy félretegyék az emberek a pénzüket egy 200 ezer forintos, vagy 160 ezer forintos konzolra. Nem kéne nagyon ebből kifutni. Ez a gondolatom. Na most, és még egy dologra megkérlek titeket. Elkezdődik a State of Play. Én még picit beszélni fogok az elején, hogy belőjük a hangokat, hogy ti is jól halljátok a konferenciát, meg engem is jól halljatok, hogy ne legyen ebből probléma. Gyorsan az elején mondjátok majd meglétszi, hogy jó-e a hang, csak annyit, hogy fasza, jó lesz, nem kell variálni, nem kell túlcifrázni, nézzük a show-t, de csak ennyit majd írjatok be, kérlek, hogy mindent jól hallotok, és nincs semmi probléma. Úgyhogy 20 másodperc és kezdjük, jó? Csak egy igent, fasza, akármit, csak vigyezzetek be. Na jó szórakozást! Full HD, csak hogy érezzétek. Még nincs hang. Hey everyone, I'm Lou Studdard, producer at Toys for Bob, and I'm here to talk to you about Crash Bandicoot 4, It's About Time. Crash 4 is a direct sequel to Crash Bandicoot Warped. The devious villains Neo Cortex and Dr. Entropy have finally escaped their interdimensional prison, leaving an evil scientist-sized hole in the universe. Now they've got their eyes set on not only simply conquering this dimension, but all dimensions. And it's up to Crash and Coco to save the day.
Crash Bandicoot 4 It's About Time is the first totally new game in the Crash Bandicoot series in over a decade. So for us at Toys for Bob, we felt that it was important to reintroduce longtime fans, as well as new players, to this amazing franchise. First, we made sure to incorporate the classic tense, precise, and perspective-shifting platforming that we all fell in love with. And then, we wanted to introduce exciting new elements that we can't wait to show you today. Let's start with Insanity Beach. This is where Crash's adventure first started, and where we picked things up again in Crash 4. But there have definitely been changes since we first saw Insanity Beach all those years ago. And throughout Crash 4, you'll see those changes to our gameplay and even our art style. Our art teams wanted to take inspiration from not just the original games, but the animated cartoons that inspired those original games, all while also delivering bigger, more awe-inspiring dimensions to explore. Throughout Crash 4, you'll see wide-open new vistas, new character models, and lots of expressive animations. And with all of that also comes new additions to the platforming, like having the ability to wall run, rope swing, rail grind, and zip line as well. Okay. In the original trilogy, specifically Crash Warped, there were certain moments in the game where Crash would change outfits. Think Crash wearing a biker jacket when riding a motorcycle. That seemed like a natural area for us to expand upon. So we have loaded the game with tons of awesome skins that you can earn and wear throughout the game. These skins are totally cosmetic and a fun way to express yourself while playing the game. And just to be clear, there's no MTX here. Skins are earned by completing different challenges and earning gems within levels. Crash 4 also introduces the Quantum Masks, the powerful protectors of time and space. Crash and Coco will need their assistance throughout the game to tackle the crazy challenges that we're going to be throwing at the player. Whether it's Ika Ika, who gives you the ability to instantly flip your center of gravity at the press of a button, Kapunawa, who allows you to slow down the world around you, or Lani Loli, who allows you to phase shift elements in and out of existence. Bending the rules of reality and altering your environment with these new masks is a must. We also can't wait to talk to you about the fourth mask, Akano, but that's gonna have to wait for another day. What we can tell you today, though, is that Crash isn't the only character you get to take control of during this adventure. For starters, you can play the entire game as Coco. Any level that you can play as Crash, you can also play as Coco. It was also very important for us that she take a more prominent role in the story this time as well. But that's not all. We've got a few other characters that you'll get to control at key points in the adventure, so that they can provide their own fresh perspectives and new gameplay. Here you can see that you'll be taking control of Neocortex. He's all about using his blaster to change an enemy in his path. In addition to playing as Cortex, we're excited to reveal that for the first time, you'll also get to tail slap your way through crates as Dingo Dial. I repeat, you get to play as Dingo Dial in Crash 4. Now, a lot has changed in the years since we last saw Dingo Dial. In fact, he hung up his old flamethrower rocket launcher combo when he decided to retire from a life of villainy and open a diner. Unfortunately for Dingo, fortunately for us, his adventure begins by witnessing the destruction of said beloved diner and getting sucked into another dimension. Finally, there's one more surprise I'm incredibly excited to show you today. The Crash Bandicoot series has always been about finding new and exciting ways to play through the game. In the past, it's been about taking on time trials or discovering all the hidden secrets. Well, for Crash 4, we wanted to bring something brand new to the table, so we teamed up with our friends at Beenox to create a brand new style of play for Crash 4 that we call Inverted Mode. It's our souped-up, bump-a-berry-fueled take on a mirror mode. Not only are perspectives shifted, but now each of the dimensions are rendered in a new and unique art style that really changes the look and feel of the experience. One dimension could be asking you to traverse through a neon wasteland, while another tasks players with spinning paint all over the environment to see their path forward. We've even got one that feels like an old-timey movie, with the overcranked camera speed increasing the actual speed of gameplay as well. Once unlocked, players can replay all the game's levels with a totally new and dynamic look and feel. It's an incredibly fun feature that is going to give every player, especially the completionists out there, a reason to revisit each level again to see what new and exciting experiences in store for them. So that's some of the new stuff that we have in store for you in Crash Bandicoot 4, It's About Time. Experience the space and time-bending madness on October 2nd. Today's state of play is loaded with third-party updates for PS4 and PSVR, and some new PS5 gameplay too. Ah,
We opened the show with an all-new look at Crash 4. It's about time. Coming to PlayStation 4 on October 2nd. Now let's keep the party going with the latest from IO Interactive. Hát ez pont úgy néz ki, mint az előző rész. Besides, this is your big day. You should mingle. FPS. Oh, don't worry about that. My art speaks for itself. Well, I have to go. I'll call you when I get back to New York. Vagy ez VR? Ez VR-nak tűnik. Az egész trilógia... Jézusom! Mi ez? Ez most így meglepett. Próbálta a Braid-et, próbálja ki nyugodtan. Baromi szerethető, rettentően szép játék. We are happy to announce Braid Anniversary Edition. It's the classic puzzle adventure where you manipulate time, hand repainted for modern high resolutions. Many areas have been re-envisioned to make them more unique, and it's even more like a living painting with brushstrokes animating the world. There are more than 9 pixels for each pixel in the original game. There are new animations for smoother motion, improved sound and music to enhance the mood, and many hours of developer commentary and interviews on subjects like puzzle design, programming, and visual art. We plan to make it the most detailed commentary in any game ever. So if you want to learn how video games are made, Braid Anniversary Edition will be a really good resource. We hope you'll enjoy the game when it comes out early next year. The Pathless is a mythic adventure set on a mystical island. Let's take a quick tour in this new footage captured from PS5. Na ennyit arról, hogy a PS5-ot teljesen hanyagolni fogják ezt a konferencián. Giant Squid. I'm excited to share more with you today about our upcoming game, The Pathless. The Pathless is an open-world, mythic adventure game set in a vast forest. You play as the hunter. The hunter is a master of archery. She can shoot talismans to fill her dash meter, which allows her to bound across the landscape. Fluid, dynamic movement is at the core of the Pathless. So the game's unique take on archery is all about timing, not aiming down sights. This design was critical to making it possible to shoot even while moving fast and performing acrobatic maneuvers. Journey, you instantly feel as skilled as the hunter herself. Köszönöm.
With help from the eagle, you can even fly. The bond between the hunter and the eagle is central in the Pathless. You can gain altitude while you glide by flapping. Make sure you pet the eagle to keep it clean and in good flying condition. You'll find secrets all over the island, if you know where to look. Collecting crystals will let you upgrade the eagle's ability to flap. You'll also discover larger puzzles to solve in ancient structures. Pathless is all about finding your own way forward. So unlike most open world games, there's no map. Instead, the hunter can use her mask to peer into the spirit world and discover distant landmarks. It even shows you where you've been. Getting to higher vantage points will let you see further with spirit vision. Giant cursed spirits, the source of the darkness, will pose a constant threat to you on your quest. They will try to separate you from the eagle. Aha, kötődést alakítanak ki a sas és köztet, és amilyen szemetek, az lesz a végül, hogy kinyírják a sast, aztán annyi. Remélem, ez lesz. Stay still in the light to avoid detection. You won't be able to take on the cursed spirits until you've returned light to the obelisks. When the obelisks are restored, the cursed spirits will be vulnerable. Chase them down through the forest to corner them in a dramatic final battle. Hogy ezek kilövésével gyorsul. Aha. Ez tisztára, mint a Breath of the Wild. Eagle will have to defeat the cursed spirits to bring light back to the world. I hope you've enjoyed this overview of the Pathless. We've only scratched the surface. There's so much more to explore and discover. The Pathless is coming out later this year. Thanks for watching. És ez még idén kijön.
Next up, let's see what's in store for Spelunky 2. Hi, my name is Derek Yu, and I'm the creator of Spelunky. For Spelunky 2, I wanted to make sure we made something that got old fans excited and also brought in new players. It was important we didn't change the things that made Spelunky such a unique experience in the first place. So many people became fans of the game through their friends and family, and even strangers on the internet. That's one reason why we're adding online multiplayer, so that more people can play the game together. And I also wanted to include that feeling of community into Spelunky 2 itself to make sure that the game felt welcoming even though it's difficult. In Spelunky 2, when you do runs and discover new characters, you'll also be building an in-game community and family. I designed the world of Spelunky 2 to feel much more rich and dynamic than Spelunky 1. It's going to feel a lot more full. Players will be able to explore and interact with it in lots of new ways. Az egy lajhár. For example, you'll be able to ride turkeys and find hidden passageways. And you'll have to choose between branching paths as you make your way deeper into the caves. As a result, the stories players create will have much more texture to them. Even after many, many hours of playing, I still have interesting runs that don't even go past the first area. In Spelunky 1, runs often centered around the shops and how you chose to interact with them. So in Spelunky 2, we've expanded the shopping experience and made them more nuanced and exciting. And also added new characters that can help you or hinder you. Given how amazing the Spelunky community is, it's hard to say how long it will take to find the deepest secrets. But I think the great thing about Spelunky is that the deepest secrets are the ones that even I don't know about. And there are lots of new things to play with that I hope players can use to push past the boundaries of what we, as the developers, know about the game. I have two types of favorite stories from Spelunky fans. First are when people are genuinely surprised by something that happened in the game. And second, the ones where people shared a fun experience with friends and family in multiplayer. These are the stories I wanted to expand upon in Spelunky 2. They're really what guided my design choices. After releasing Spelunky, I knew there was a lot more that could be done with the concept and the world. Knowing that possibility was out there is what's been exciting for me and the rest of the team. In a lot of ways, when Spelunky 2 comes out, I want players to experience what we experienced making it. That feeling that there's something special there waiting for you to discover it. A big thanks to the fans who've waited patiently for us to finish Spelunky 2. It's been a long journey, but I think it's going to be worth it. Thanks. Nem játszott a Spelunkyval, úgyhogy most így nézem, hogy így, what the fuck. Jó, hát ez aranyos, de én ezzel biztos nem fogok játszani. Ezt nekem pillanatokon belül felkúrni. Ismerem magam. Bunch of new PS4 updates to share with you, starting with a closer look at Genshin. Balázs, remélem nézed. Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. Cannot bring yourself to kill. Speak my name. What is this disturbance to which I awaken? Huh? Think you can get away? Burning disc?
for kickoff! Kifolyik a szemem. Aon must die. Ó, ez az ismerős verjel. Nem ismerős. Az japán. Talk bug snacks. Let's check out some gameplay footage captured from PS5. My invitation is open. Come join me on the island of bug snacks. Wow, that's your new lead? Another monster hunt? Elizabeth Megafig is a two-bit con artist. Don't tell me you actually believe this half-baked nonsense. I swear, if you chase this Bugsnax story, you're out of a job! You're the journalist! Lisbeth said you'd be coming. There's a Bugsnax right over there. Nekem ismerős az a játék, nem láttuk mi már ezt valahol? Stranger, I could use your help. This bunger goes wild for ketchup. Use it to lead the bunger over yonder. I want you to use that journalistic instinct to find out what my favorite Bugsnax is. Feed it to me, Obs. How's my little sprout doing? He misses Papa. Oh, of course he does. Well, I have a few prototype traps that I could put to use. You're pretty good at stuff, and nobody hates you yet. You can catch bug snacks and bring everybody back to Snacksburg. Say you do find these bug snacks and make them back alive. You just might keep your job. Is it an Animal Crossing Try valami? Not to fall off a cliff. Repülő pizza. Bug snacks. There's a lot more in store. Let's start with an update on an eagerly awaited PlayStation VR game. Ez nem jött már ki.
De ebből csak egy demo jött ki, ugye? The force is strong with you. You must stop Vida. I don't understand why you never mentioned that you had the force. Ez elég szarul néz ki. Hát. Jó. Na te, mi vagy? Whatever you do, stay in the light. Ez nem a kontroll. De, ez a kontroll. Az. Kiegészítő. Jön az autócsesz végre. De nem nekem. Az biztos. Na ez mi? Jaj, én ezt láttam már! Ezt ismerem, mindenhol ajtókat meg átjárókat kell rajzolgatni, meg össze kell kötni, igen. Ez egy PC-s játék, de ott sem próbáltam ki. Nem jut eszembe a neve. Ez már kint van, fogok ezzel játszani, ezt nem bírtam, már az a koncepcióját is. Mekkora már ez zata? Pedestrian, ha? Now let's take a look at two new games headed to PS5. We are the Forest Shadows. Ghosts running silently between the straight, cold lines of a corrupt state. Quiet and long, don't shed a tear. They count, ration, manipulate. Nem lesz PS5 bejelentésed, mi? They've taken everything from those they claim to protect. Authority and steel will not stop us. We aren't an invading army. We are wraiths. We bypass defenses and strike at the heart. A ghost
first of the foes, the race. Move it twice, he'll be by your side. The star comes heavy, it's the archer's eye. We take back what was stolen. When the hoods both fly. And the people call us heroes. From the day of. Ez egy kooptív. To others, we are rivals. Nem. Pedig az ott gameplay volt. We are all outlaws. But some of us will become legends. When hoods both fly. From the day. Sutyiba bejelentettek egy közel AAA-s játékot PS5-re. Tessék, ezt hívják Contrastnak. Before we wrap up, let's take a tour of Godfall. We've got new PS5 gameplay for this melee-focused action epic launching this holiday. PS5 gameplay of Godfall. Mennyi? Ja, nem. Hello, my name is Keith Lee, and I am the game director for Godfall. On behalf of Counterplay Games, we are very excited to share gameplay with you today and to offer you a glimpse into the mystical world of Godfall. Today, you'll be seeing extensive gameplay captured on a PlayStation 5 development kit. Please keep in mind that the game is still a work in progress and some things may change from the final product as we continue to learn and harness the power of Sony's next generation console. Please enjoy. So let's jump right into what Godfall is. Godfall is a looter slasher that features intense action, satisfying moment-to-moment combat, and robust loot progression systems. You can enjoy the game at your own pace, playing alone, or through online co-op with up to two additional teammates. Godfall is set in a brand new high fantasy universe filled with heroic knights, arcane magic, and forbidden realms. The world is split up into the elemental realms of earth, water, air, and fire. Godfall is a complete package. All loot and gear in the game are acquired or unlocked through gameplay. There are no microtransactions, no waiting for content. It's all in the game on day one. As you adventure, you'll get to tear through enemies to challenge a mad god who awaits you at the top. You play a Valorian knight, a godlike warrior able to equip valor plates, legendary armor sets that transform you into an unstoppable master of melee combat. Throughout your journey, you'll find ancient valor plates lost in time, each with their own characteristics and long history. Now let's talk about gameplay in Godfall. First, our team wanted to do something different. We wanted to combine action RPG loot progression with third-person melee combat to create what we think is a looter slasher. Our game is therefore one part gear-driven and one part player skill-driven.
In other words, not only do we want you to find exquisite weapons with powerful loot traits, but we also want you to have that feeling of accomplishment for mastering the wide set of combat mechanics available to you in Godfall. From a combat philosophy perspective, the melee combat in Godfall is intended to be fluid, dynamic, and interactive, embracing offense over defense. More often than not, you'll be facing multiple enemies at the same time. As a result, you should always be moving and closing the gap on enemies. Also, you dominate the combat space, not the enemies, and the game rewards you for being aggressive. Now that you're familiar with the combat philosophy, let's dig into the weapons themselves. In Godfall, there are 5 weapon classes. The longsword, the dual blades, the polearm, the two-handed warhammer, and the two-handed greatsword. Each weapon class has their own unique movesets and playstyles, ranging from fast combos to more strategic, deliberate play. As you defeat enemies in your adventures, you will acquire numerous weapons. For each weapon category, each weapon with their own primary and secondary traits. At a later date, we will delve into the weapon classes and how to modify them in greater detail. For now, we'll go over the dual blades and the longsword weapon classes. The dual blades are the fastest weapon class in Godfall, embodying speed, fluidity, and mobility. The dual blades are exceptional against soft, unarmored targets or single targets. You can perform a combo by executing 4 consecutive light attacks. The dual blade's heavy attack is a spinning blade cyclone. The blade cyclone can also be used as a finisher at the end of your light attack combo. So what are the signature moves for the dual blades? As you build up charge, you can also activate inner focus, which is unique to the dual blades, which inflicts massive damage in a short period of time. There's also a mortal coil, where you can throw your blade into an enemy, pulling the enemy towards you like pulling a cable. Now let's switch to the longsword weapon class. Longswords are balanced weapons, embodying crisp damage and simple cooldowns without needing a lot of elaborate combo setups. Similar to dual blades, longswords have their own 4-hit light attack combo. Then there's the heavy attack finisher, which can be used at the end of your light attack combo. There are 3 signature moves for the longsword class. There's Spectral Flurry, which cannot be interrupted and deals high damage to multiple nearby targets. Then there's Spiral Technique, which eviscerates all enemies in a straight fixed path. Notice there's a white flash after a longsword swing called a timing attack. If you press the shield button exactly at the same time, you'll perform a devastating shield uppercut with your longsword. The shield is a core part of Godfall. It's available to you throughout the entire game. You can always block incoming attacks with your shield. If you press the shield button at the right time, you can also parry an attack. You can perform a light attack after a last second shield block to counterattack with a powerful shield strike. The shield is great not just for defense, but also offense. You can aim and throw your shield, which will hit multiple nearby targets. If you tap the shield button just as you catch your shield, you can perform a powerful wave attack. You can double tap the shield button to petrify enemies. Nem tűnik egy kicsit túl OP-nek az ellenfélhez képest. And of course, you can perform an R3 ground finisher on enemies that were knocked down to the ground. Thank you.
hangok viszont még így is ilyen gyengébb minőségben is brutál jónak tűnő. Hope you enjoyed our first walkthrough video of Godfall running on the PlayStation 5. We also want to thank all the fans for their endless support since our initial reveal back in December. We have a few more surprises coming down the road, such as details on loot and progression, and are eager to share more with you on our way to launch this holiday season. We hope that you will join our Godfall community on Twitter, Facebook, and YouTube. Thank you. That's a wrap. We hope you enjoyed this peek into the future of PlayStation. See you next time. Hát ez lett volna röviden akkor a augusztusi State of Play. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Szerintem levonhatjuk azt a tanulságot, hogy mostantól kezdve figyelni kell a State of Play adásokra, mert azért készül meglepetésekkel a Sony ezekre. Dacára annak, hogy azt mondta, hogy nem lesznek, azért úgy néz ki, hogy azért csak vannak. Jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és augusztus végén mindenképpen találkozunk még egy konferenciával, azon kívül pedig streamekkel. Jövő héttől kezdve mindenféleképpen legalább két stream lesz mindenképpen itt a Twitchen. Egyrészt játékstream, másrészt a beszélgessünk, egyébként meg az eventek, amik jönnek. További jó éjszakát, találkozunk legközelebb, sziasztok!